Fiam, ne feledd el tanításom, parancsaim bűze meg szíved. Hosszú életet, boldog éveket, jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűsége ne hagyjon, öröki szíved táblájára ír. Itt találsz kedvességre az Úrnál, és jó indulatra embereknél csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen a támasz, ne a saját eszed. Minden időben ő járjon előtted, ő egyengeti majd ösvényedet. Annak bölcsnek soha ne gondol, figyeld az Úrat, a rosszat kerül. Hidd el, gyógyulás lesz ez testednek, és minden egyes csontot felüdül. Tiszteld az Urat vagyonod legjavában, hisz tőle kapod jövedelmeid. Akkor bor és mucs tárad majd sajtóból, és bőséggel megtelnek csüreid csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen a támasz, ne a saját hozzád. Minden időben ő járjon előtte, ő elengedi majd ösvényedet csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen a támasz, ne a saját hozzád. Minden időben ő járjon előtte, ő elengedi majd ösvényedet. Az az ember, aki bölcsességre lel, és őrül az, aki az úrtól végre értelmet kap. Több haszna van ennek, mint az összes ezüstnek, nagyobb jövedelme, mint a szín aranynak. Drágább ez a gyöngynél, semmi nem fogható hozzá, semmi, 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 amiben kedved lehet. Hosszú élet van az Úr erős jobbjában, baljában találod dicsőségedet csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen támasz, ne a saját hiszed. Minden időben ő járjon előtted, ő egyengedi majd ösvényedet csak. Bízál az Úrban teljes szívedből, legyen támasz, ne a saját hiszed. Minden időben ő járjon előtted, ő egyengedi majd ösvényedet. Áldott legyen az Úr neve. Most szeretnénk az Úr elé menni, és szeretnék egy igét olvasni, és meg is nézzük, hogy miről lesz ma a szolgálat. Az Efézusi levelet fogjuk megnézni, a jól ismert igénket, Efézus 5. 17. verset szeretném elolvasni. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Még egyszer hagy olvassam el. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata, vagyis ne legyetek bölcsesség nélkül. Legyen bölcsességetek,
Értsétek meg, Isten mit akar, és azt bölcsen valósítsátok is meg. Ezt mondja az Istennek az igéje. Isten lelke felindította a szívemet erre az üzenetre. Nézzük meg, hogy miről is fogunk ma az Úrtól hallani. Hiszem teljes szívemből, gyülekezet, hogy ez a bölcsesség éve. Már többször beszéltem erről, de újra beszélek, egészen amíg a szívetekben benne ég, hogy a bölcsességen sok fog múlni ebben az esztendőben, hogy Isten bölcsessége ott van az életünkben, vagy nem, mert nagyon sokan már tudjuk az Isten akaratát, csak nem pontosan azt, vagy úgy értjük, ahogy Isten akarja. De amikor az Isten ehhez ad bölcsességet, akkor az ember megérti azt, amit Isten akar neki mondani, és ami nagyon fontos, már most az elején leszögezem, hogy a bölcsesség a gyakorlati dolgokra adatik. Nem az elméleti dolgokra, hanem a gyakorlatra. Úgyhogy amikor imádkoztok, meg is kérdezem, hányan imádkoztok bölcsességért? Amikor imádkoztok bölcsességért, rendkívül fontos, hogy megértsétek, hogy a gyakorlati dolgokban jön a bölcsesség. Amíg nem kezdtek hozzá, hitben nem léptek ki, és nem szándékoztok megtenni azt, amit Isten kért tőletek, addig nem kaptok bölcsességet. Ha Isten látja azt, hogy passzívak vagytok, és csak elméleti síkon mondtok áment arra, amit Isten mond nektek, és nem szándékoztok megcselekedni, akkor Isten nem ad az elméleti dolgokra bölcsességet. Isten mindig a gyakorlati dolgokra ad bölcsességet, mert ő azt akarja, hogy megcselekedjük azt, amit ő akar. Ezért nagyon-nagyon fontos, a bölcsesség tehát a gyakorlati cselekvésre adatik. Dicsőség Istennek. Amikor a gyülekezet és a keresztény ember föl kell, és végre tenni akar valamit, hitbe ki akar lépni, és meg akarja tenni azt, amit Isten kér tőle. Isten pedig ilyenkor segít, hogy az úgy történjen, akkor történjen, és olyan módon történjen, ahogy ő akarja. Ebben is segít bennünket. Csodálatos dolog ez. Menjünk tovább. Élet gyülekezet, Isten hív minket. Hányan veszitek az adást ma, és ezekben a napokban, amikor böjtölünk és imádkozunk, mintha az Isten hívna bennünket. Emlékeztek az év első Isten tiszteletén, felolvastam azt az igét, hogy a bölcsesség kiáll, és hívja az embereket. Gyertek! Akinek szüksége van, gyertek! Én adok nektek bölcsességet, és ez a bölcsesség maga egy személy Jézus Krisztus, aki hív bennünket önmagához, és szeretne a szívünkre beszélni. Hív bennünket! Szeretném a Máté 23-at elolvasni, és már most mondom, kérlek figyelj ide, ne ijedj meg ezektől az igéktől, nagyon brutális igék, amiket föl fogok olvasni, de ne ijedjetek meg, jó lesz. Mondj egy ámen. Máté 23, 12-től fogom olvasni. Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. És itt jönnek a kemény igék. De jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik pedig be akarnak menni, azokat nem engeditek, vagy nem bocsátjátok be. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszasan imádkoztok, azért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszer te inkább magatoknál. Ebben a részben, a Máté Evangélium a 23. részében 8 jaj van. Egy is sok lenne belőle, hányan mondtok ámen? Tehát egy jaj is sok lenne belőle, és igazából tudod, olyan emberekre mondja itt Isten a jajt, akik nélkülözik a bölcsességet. Nem értik, hogy Isten mit akar. A bölcsesség hiánya, amikor nem értjük az Istent. Nem értjük azt, amit ő cselekedni akar az életünkbe, és itt azokra mondja az Isten igéje a jajt, akik ilyen helyzetben, ilyen szituációban vannak, és ezért szeretnék ma erről beszélni, hogy Isten milyen csodálatosan hív bennünket az ő bölcsességéhez, hív bennünket az ő megértéséhez, és nem jajt szeretne Isten mondani felőled, hanem örvendezni és vígadni akar az Úr, amikor lát téged győztesen és cselekvő módon, ahogy éled a hitedet. Isten a jajt azoknak mondja, akik nélkülözik a bölcsességét,
a saját gondolataik, a saját elvük szerint élnek, ellenben Isten örvendezik azok felett, és boldog azok felett, akik pedig az ő bölcsességével, az ő erejével mennek tovább, és cselekszik az ő akaratát. Nézzük meg ezeket a dolgokat, hiszen mivel ez a bölcsesség éve, ezért ezek a jajok nem fenyegetik azt az embert, aki Istenhez jön, nem fog szomorkodni az Úr fölöttünk, hanem az Úr örvendezni fog rajtunk. Ebben az évben meg fogjuk tapasztalni az ő dicsőségét. Meg fogjuk az ő segítségét tapasztalni. Dicsőség az Úrnak ezért. Ez nagyon-nagyon fontos. Na most, mikor ezt elolvastam ezt a részt, kapásból azt mondtam Istennek, Uram, ezek a versek rám nem vonatkoznak. Legfeljebb az első vers, amit olvastam, ugye a legelső vers, mi volt, amit felolvastunk itt? Az volt, hogy mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Tehát Isten a felemelkedésnek az útját megadja, és a legelső bölcsesség, amit már most tanulhatunk itt az Isten tiszteleten, hogy isteni módja és útja van a felemelkedésnek az életünkben. És az egyik ilyen módja és útja a felemelkedésnek az alázat. Meg tudja nekem valaki mondani, mit jelent az, hogy alázat? Mert ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy megértsük. Mit jelent az, hogy alázat? Alárendeltség. Valaki még? Igen, de mi az alázat? Az nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi az alázat. Kérdezzek tőletek valamit. Az alázatos ember, aki nem is mer az emberek szemébe nézni, hanem úgy jön, hogy lehajtott fejjel, bejön a terembe, nem néz a szemedbe, és mindenben halkan, szinte alig hallható módon válaszol, nem lehet megsérteni, és bármit teszel vele, ő hagyja, és nagyon-nagyon elcsukló hangon beszél hozzád, és nagyon ritkán fölnéz a szemedre, de abban a pillanatban lesüti, és hogyha nagyon keményen beszélsz, elsírja magát. Soha ilyesmi. Ez az alázatos ember? De akkor milyen az alázatos ember? Az alázatos ember, szeretném elmondani nektek, nem külsőben nyilvánul meg, hanem szív kérdés ez. Hányan mondtok ámen? Tehát nagyon sok ember ma a világon eljátsza az alázatosságot, a külső szerénységet, a külső alázatosságot, belül a szívében és a gondolkodásmódjában igen büszke ember. Igen beképzelt, igen sokra tartja magát, sokkal többre tartja magát, mint amilyen ember valójában. Igazából mindenki felé helyezi magát, és igazából mindenki lenéz. Hát nyilvánvaló, hogyha valaki felé helyezi magát valakinek, az már evidens, hogy le is nézi a többieket, hát fölötte van. Ugye lenézi az embereket, és egy büszke szív nagyon sok embernek az életében ott van. De milyen az alázatos szívű ember? Először is írjátok le, és én nagyon fontos, hogy elgondolkodjatok rajta, hogy tanítható. Gyerekként, leesett? Gyerekként mikor büszke egy gyermek? Nem amikor vidáman szaladgál a nappaliba. Nem amikor halljuk a gyönyörű kacagását, hányan örültök az ilyen gyerekeknek. Egészségesen kint játszik, és összekoszolja magát, és boldogan éli az életét, nem gondoljuk, hogy a mi gyermekünk büszke. De amikor odáll a pici, és még 3 éves, de amikor azt mondom neki, hogy kisfiam, hozd csak ide, Mátéka, hozd csak ide édesapádnak azt a bizonyos dolgot. Nem! Ez még hagyjám, és akkor azt mondjuk, Mátéka, kisfiam, fogadj szót édesapának. Nem! Miért nem fogadsz? Azért! És akkor soroljuk, ugye mehetnénk ebbe tovább, ebbe a lényegbe. Tehát nem lehet tanítani, nem lehet változtatni rajta, mert úgy gondolja, hogy így jó, hogy van, és ő mindent tud. Észrevettem a gyereknevelés során, hogy amikor még picik voltak a gyerekek, ugye 1-2 éves, addig így nézett az apára, meg az anyára. Így. Amit mondtam, az mindent elhitt. Amikor egy kicsit nagyobbak lettek, folyamatosan közölték velünk, apa, te semmit se tudsz. Vett tudomásul, én mindent tudok. Ugye tudom kezelni a távirányítót. Tudok beszélni, tudok szaladgálni.
Apa, anya, te semmit se tudsz. Én tudok mindent. Ez onnan derült ki, hogy az utolsó szó mindig az övéké volt. Hiába mondtunk valamit, mindig megmagyarázták, és mindig kioktattak bennünket. És hát persze sikerült néha ráhatással segíteni, hogy megfogadják azt, amit kell. De igazából sokszor átéltük ezt a helyzetet, hogy nem volt tanítható a gyerek. Az alázatosság első jellemzője, hogy elhiszed azt, és tudod magadról, hogy te nem tudsz mindent. És ha te fel akarsz emelkedni az életbe, és azt akarod, hogy Isten ne mondja rólad, hogy jaj, hanem örüljön feletted, akkor nagyon fontos, hogy tanítható legyél. Mert Isten nagyon örül azoknak az embereknek, akik elhiszik, nem nehéz elhinni, hogy ő okosabb, hogy ő bölcsebb, ő magasabb és nagyobb, mint mi. Most egy nagy áment akartam volna hallani amúgy. Tehát alapból néhány ember most elhiszi ezt, de azt mondja, jó, nézzük meg, hogy Isten mit mond, és majd én döntöm el, hogy valóban úgy van-e, vagy nem, elfogadom-e, vagy nem. De a alázatos ember alapból azt mondja, Istennek mindig igaza van, ő bölcsebb, ő okosabb, ő hatalmasabb, mint én vagyok. Bármi, és utána, amikor Isten megszólal, evidens neki, hogy ez így van. A második jellemzője annak, hogy valaki alázatos, hogy nem csak tanítható, ez rendkívül fontos, hanem kész a változásra. Azt hívjuk alázatos embernek, aki engedelmes is. Hiába, ugye van a Bibliában két példa. Az egyik fiúhoz odament az apa, és azt mondta, hogy gyere ide, és tedd meg azt, és azt mondta, igen, megteszem. Aztán esze ágában se volt megtenni. Volt a másik fiú, aki azt mondta, nem, de meggondolta magát, és utána elment, és engedelmeskedett az apjának. Isten azt mondja, nagyon jó, ez igazi fiú, igazi alázat, mert ez engedelmes. És a harmadik nagyon fontos jellemzője, több is van, nem tudom mindet felsorolni, de nagyon fontos jellemzője a tanítható és az engedelmes után az, hogy Istennek adja a dicsőséget az életében minden áldásért, és úgy él, hogy tudja minden az Úré, ami neki van. Nem magának tulajdonítja az értékeket, nem magának tulajdonítja, és sokszor az emberek azt hiszik, hogy az a kincs, az a tulajdonság, az az anyagi vagy lelki érték, ami nekünk van, az azért van, mert mi ennyire okosak vagyunk. De van egy teremtő Istenünk, egy alkotunk, aki adta nekünk. Azon a földön élünk, amit ő teremtett. Mondtok ámen? Olyan emberek vagyunk, aminek ő alkotott bennünket. Övé egyedül a dicsőség, és hogyha valamilyen eredményt érünk el, az ő területén, az ő áldásaival, az ő tulajdonságaival, az ő segítségével, akkor egyedül övé a dicsőség, és úgy is élünk, hogy az élet a sáfárságról szól. A bölcs ember, az alázatos ember tudja, hogy az életben én mindent kaptam ajándékba, és egyszer egy nap mindennel el kell számolni. És az alázatos ember azt mondja, ez nem az enyém, én csak ajándékba kaptam a jó Istentől, és nekem ezzel sáfárkodni kell. Tehát foglaljuk össze, most megnéztünk csak három tulajdonságot, kik az alázatosok. Segítsetek, nézzük, hogy odafigyeltetek-e. Az első, tanítható. Engedelmes. És Istennek adja a dicsőséget mindenért. Most kérdezem tőled, hogy az a ruha, ami rajtad van, az kié? Te használod, de az Úré. Az a cipő, ami rajtad van, kié? Te vagy a haszonélvező, de az Úré. Az a gyermek, amit kaptál, és azok a gyerekek, akiket kaptál az Úrtól, vagy fogsz kapni, kié lesznek, vagy kié? A te kezedbe tette Isten, rád bízta őket, de az Úré. És az alázatos ember ezt tudja, hogy ez nem az enyém, és azt csinálok valamit én akarok, hanem az Úrnak nevelem. És nem mindegy, mi jön ki a gyermekeimből. Nem mindegy, hogy hova fognak jutni. Nem mindegy, hogy milyen áldottak lesznek, mert ez az Úré, ez a gyermek, és nem az enyém. És azon a napon majd meg fogja kérdezni az embereket Isten, miért viselkedtetek úgy, jaj nektek! Miért viselkedtetek úgy, mint a tietek lenne? Miért viselkedtetek, hiszen az enyém minden? De már, ha így viselkedtél, akkor miért nem engedted meg, hogy tanítsalak, és oktassalak téged? Nézzük az első, nagyon fontos bölcsességet. Nézzük ezt meg. Ugye az első jaj mit mond? Figyeljétek meg.
Jaj, nektek képmutató írástudók, farizeusok, mert a mennyek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik pedig be akarnak menni, azokat nem bocsátjátok be. Tehát itt van az első dolog, Isten nem elméleti kereszténységet akar, hanem gyakorlati kereszténységet. A farizeusok olyan emberek voltak, akik előtte nem voltak farizeusok, megismerték az Isten igazságait, megismerték az Istennek nagyon sok bölcsességét, összegyűjtötték azt a sok-sok igazságot és bölcsességet, amit Isten adott nekik, de nem cselekedték meg. Kedves testvérem, az első nagyon fontos dolog, hogy ebben az évben el kell mozdulnunk az elméletből, hányan mondtok áment a gyakorlatban. Hogy amit eddig tanultál, eddig Isten megértetett veled, ne mondja Isten rólad ebben az évben, hogy jaj! Hanem Isten azt mondja, hogy ez a gyermek, az én gyermekem, nem egy büszke, gőgös gyermek, akit nem tudok tanítani, hanem ez a gyermek, amit én megtanítok neki, azt meg is akarja cselekedni. A gyakorlatban is be akarja építeni az életében, mert a bölcsember tudja, hogy az áldás nem csupán az ige hallgatásból jön, hanem az ige megcselekvéséből jön. És hányan hiszitek, hogy az Isten így akar bennünket megáldani, hogy a hív emberek megcselekszik az ő akaratát. Megcselekesszük az akaratát. Az első jaj változzon át örömmé. Az első szomorúsága Istennek változzon át. És hogyha az elmúlt évben sok mindent megtudtál az igéből, és most itt figyelj ide a szemembe. Te nagyon jól tudod, aki itt vagy a gyülekezetben, hogy mi az, amit meg kéne cselekedni, amit tudsz. Nem kell a szomszédba menned ahhoz, hogy megkérdezed, kedves barátom, mondd meg nekem, mit kéne nekem megcselekedni, amit Isten mondott nekem. Te nagyon jól tudod, hogy Isten mit vár tőled. Nagyon jól tudja, hogy ne sántikálj. Nagyon jól tudja, hogy a beszédedben hogyan kell megnyilvánulni. Nagyon tudja, hogy hogyan viselkedsz otthon. És szólt az Úr már hozzád, szólt hozzád igéket, és te nagyon jól tudod, hogy mit halasztottál el az elmúlt évben, de Isten azt mondja, még nem jaj neked. Még örülni akarok feletted. Itt van ez az év, amit azért adtam, hogy legyen a bölcsesség éve. És az első dolog, értsd meg gyermekem, amíg elméletben maradnak a dolgok, addig nem jön radikális változás az életedbe. Hanem az elméletből legyél gyakorlati ember. Gyakorlati módon megcselekvő ember. Néhány dolgot ezzel kapcsolatosan hogy mondjak el, megengeditek? Az első, akik elméleti emberek maradnak, el fog pusztulni a hit az életükből. Hányan vágytok arra, hogy a hit ne haljon meg bennetek? Ha te egy édesanya vagy itt ma, akkor te jobban megérted, amit én akarok mondani most. Milyen szörnyű, amikor egy magzat elhal egy édesanya méhében. Mekkora trauma és mekkora fájdalom egy hölgynek, egy asszonynak, hogy kihordott egy életet, és csak valameddig tudta hordani, és nem tudta megszülni azt, nem tudta meglátni, nem tudta megölelni azt a gyermeket, hanem elment tőle. Ugyanez az állapot, akiknél a hit meghal. És mikor hal meg a hit? Amikor az ember túl sokáig hallgatja az igazságot, és nem hajlandó megtenni. A hit cselekedet nélkül elpusztul és meghal. Ezért figyelj oda! Isten ebben az évben bölcsen hozzád szól. Az elméletből itt az idő átmenni a gyakorlatban, hogy kihordjad a hitet. Hogy megszülessenek azok a dolgok, megvalósuljanak azok a dolgok, amiket Isten szándékozik a te életedben látni. Dicsőség Istennek. Ezért mi nem akarunk olyan emberek lenni, akik halott gyermekeket szülünk meg. Nem akarunk olyan emberek lenni, akik halott dolgokat hordunk ki. Nem akarunk olyan emberek lenni, akik benn az élet kimegy, és a halál kezd uralkodni. Az első. Másik nagyon fontos, hogy megértsed azt, hogy Isten megért téged akkor, amikor hit által ki akarsz lépni, és megért téged akkor, amikor látja, hogy félsz. De tudd meg, hogy Isten gondoskodik rólad, amikor az ember fél, mert a legtöbbször az ember azért nem cselekszi meg azt, amit Isten mondott neki, mert fél. Fél a változástól,
fél a rizikótól, fél a megszégyenüléstől, így van ez nálad is? Nálam legtöbbször így van, hogy amikor Isten szól hozzám, és hitbe ki kell lépni, akkor mindig az ördög levetíti azt, hogy mitől féljek, hogy nem fog sikerülni, hogy meg fogok szégyenülni, hogy nem lesz erőm végig csinálni, hogy mit gondolok én magamról, és így tovább, és így tovább. De olyan csodálatos, hogy Isten annak ellenére, hogy tudja, hogy mi félünk, Isten mindig azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, én megerősítelek benneteket. A Szent Szellem betölt, bátorságot ad, dicsőség az Úrnak, hányan mondtak egy hallelujá? Tehát Isten látja a félelmet, tudja, hogy mi félünk. De Isten gondoskodik arról a Szentlélek által, hogy mi bátorságot vegyünk. Oda küld sokszor egy testvér, ad nekünk bátorító igéket, proféciákat. Hányan csodáljátok a Szentléleket, amikor a legjobbkor jön a Szentléleknek a drága ereje, a drága jelenléte, átjár bennünket és megerősít bennünket, amikor éppen fel akarnánk adni. Tehát Isten megérti azt, hogy félsz, de nem érti meg azt, ha feladod. Isten megérti, amikor félsz. Ő is félt. Azt mondja a Biblia, hogy a Getsemáné kertben a Jézus annyira félt a haláltól, hogy vért izzadt. De nem adta fel. Istentől erőt kapott, angyalok jöttek és erősítették őt, és elvégezte a keresztnek a munkáját, és ma azért ülsz te meg én itt, mert ő a győztes. Halleluja! Ő a győztes. Miért? Mert az elméletből a gyakorlatba vitte a mester a dolgokat. Nem csak elméletileg volt elég, hogy elmondja a tanítványoknak, hogy meg fogok halni, meg én vagyok a megváltó, hanem ezt meg is kellett cselekedni, hogy mi most ebből haszonélvezők legyünk, hogy mi most ebből áldást tudjunk venni. Dicsőség az Úrnak. Még néhány dolgot hagyd mondjak el. Nagyon fontos az, hogy figyeled, miről van itt szó? Hogy akiknél a hit meghal, elméleti emberek maradnak, és nem lesznek gyakorlati emberek, vagyis farizeussá válnak. A farizeusok elméleti emberek, és nem gyakorlati emberek. Az elméletet nem fogják a gyakorlatba vinni. Olyan emberek lesznek, akik másokat is lebeszélnek a hitről. Figyelted, mit mond itt az ige? Nem engedtek, nálatok van az ismeret kulcsa, tudjátok az igazságot, mindent tudtok elméletileg, de semmit nem cselekeztek meg, jaj nektek, szeretlek benneteket, de így folytatjátok, ez nem jó, ez nem bős magatartás. Örvendezni szeretnék felettetek, hiszen ekkora tudással, ekkora ismerettel óriási áldásokat, óriási munkát tudna Isten elvégezni az életükbe, ha ők meg is cselekednék, amit tudnak. És mit csinálnak ezek az emberek? Másokat sem engednek előre. Barátom, nézz ide a szemembe. Kedves testvérem, szeretlek, de én azt szeretném, hogy te egy ajtó legyél az igazságra. Nyitott ajtó legyél az igazságra. Azt szeretném, hogyha a barátaid és a környezeteid, ahol te élsz, ne azt lássák, hogy miattad nem térnek meg. Miattad nem közelítenek Istenhez. És tudod, hogy ki az, aki megbotránkoztatja a világi embereket? A képmutató kereszténység. Amikor bla 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 bla, mondja az igazságot, de nem úgy él. Akkor az ember egy ajtó lesz, amely elzárja az embereket Istentől. Mi meg olyan emberek vagyunk, akik még bátorítani szeretnénk az embereket, az életünkkel, a szavainkkal, hogy közeledjenek az Istenhez, mert megéri. Hányan vágytok arra, hogy tovább is nyitott ajtók legyetek az igazságra? Nem zárt ajtó. Tehát a farizeus lebeszéli. Voltam egy olyan gyülekezetben, nem olyan régen, hogy amikor arról volt szó, hogy a betegekért imádkozunk, tudod, hogy mit mondtak nekem az emberek? Pásztor, majd otthon, magunk csendességében fogunk imádkozni, mert mi nem hiszük, hogy ma meggyógyulnak az emberek. Utána néztem, hogy azok az emberek 10 évvel ezelőtt még hittek a gyógyulásban. Gyakorolták az egymásért való imát, és ha valaki közöttük beteg volt, képesek voltak böjtölni, imádkozni, egymásért, és az emberek meggyógyultak. De egy idő után elhagyták a gyakorlatot. Elhagyták ezeket a cselekedeteket, és már nem imádkoztak a betegekért, és ma 10 év után tudod, hol tartanak? Lebeszélik az embereket, akik hisznek. Bolondnak mondják őket, fanatikusnak, elvontnak, ami nem az Istentől van. Azt mondják, hogy nincs ma már gyógyulás. Én nyitott ajtó akarok lenni az igazságra. Azt szeretném, hogy rajtam egyre több igazságot lássanak meg az emberek. Én nem lebeszélni szeretném az embereket, de ez ösztönös. Ha te megtagadsz egy igazságot, meghal benne egy igazság,
nem tudod elviselni, míg a másiknak gyermeke van. Olvastátok a Bibliában Salamonnak az egyik cselekedetét? Salamon bölcsességében csodálnak a világi emberek, mikor két asszony gyermeket szült. Emlékeztek? És az egyik asszony ráfeküdt éjszaka, megfojtotta a gyermeket és meghalt. A másik asszonynak életben maradt a gyermeke, gondoskodott róla, szerette, vigyázta. Éjszaka ez az asszony fölkelt, akinek meghalt a gyermeke, és kicserélte a gyermekeket. A halott gyermeket betette annak az asszonynak, aki gondoskodott, és odafigyelt a gyermekére. Az élő gyermeket meg elvette ő. Persze, amikor felébredt az asszony, rögtön látta, hogy ez nem az ő gyermeke, amelyik meghalt. És ment a nagy vitatkozás. És Salamon odaállt, és tett egy próbát. Azt mondta, nem tudom eldönteni, hogy ki a gyermek. Öljük meg az élőt. Mit mondott az igazi anya? Inkább adjuk oda neki. Nekem nem kell, csak maradjon életben a gyermek. Mit mondott a hamis anya? Öljük meg. Senkié ne legyen. Érted a kettő között a különbséget? Senkinek ne legyen gyermeke, másik meg mondta, inkább nekem ne legyen, ne neki legyen. Mi történik itt? Egy ember, aki ajtó az igazságra. És Salamon rögtön felismerte, ez egy igazi anya. Tudod, hogy a világ felismeri benned, mikor igazi keresztény vagy? Ez egy igazi keresztény. Hányan mondtak ámen? Egy igazi keresztény. Egy igazi keresztény. Dicsőség az Úrnak. Menjünk még tovább. Akik ismerik az igazságot, de nem cselekszik meg, kimegy az életükből a természet fölötti. Nem tudom, hogy ti vágytok-e arra, de én nagyon vágyok erre az évben arra, hogy Isten hatalmasan csodákat és jeleket cselekedjen. Hányan mondtok egy nagy hallelujját, hogy így legyen? Én nagyon vágyok erre. De ehhez az kell, hogy a gyakorlatban kimerjünk lépni, és tudjunk cselekedni, és most is, amikor böjtölünk, akkor ne ülj a babérjaidon, ha meg tudod tenni, te is vállalj böjtöt, és imád, cselekedjél valamit, és meglátod, hogy akkor Isten használni fog téged. Dicsőség az Úrnak, és nem az történik, hogy itt leszünk a természetes síkon, és semmi csoda nem történik, hanem jeleket és csodákat fog Isten cselekedni a gyülekezetben ebben az évben. Visszajön a természet fölötti, mert a keresztény élet a természet fölötti nélkül nem keresztény élet. Csodáknak kell történnie a hitünk nyomán. És mikor történik a csoda? Emlékeztek arra az asszonyra, akinek azt mondta a proféta, hogy mikor egy pici olaja volt, emlékszel? Hogy kérjen, amennyi üres edény csak bír az éjség idején, zárkózzon be a gyermekével, és hitáltal töltsön az olajból, és azon megírva, hogy addig folyt az olaj, amennyi edénye volt. Amennyi cselekedeted lesz az az edény. Azt meg fogja Isten tölteni erővel, áldással, és sokszor jelekkel és csodákkal. De a cselekedetet tölti meg. Nem az elméletet, hogy az asszony otthon ült, és gondolkodott, hogy hány edényt tudnak kölcsön kérni. Ő ezt meg is cselekedte. Bolondnak nézték, de megtette, és elkezdte a maraik olajat, a cseppnyi olajat tölteni, és amikor ezt csinálta, Isten ott lépett be. Hányan hiszitek, hogy az Isten megteheti, hogy amikor cselekszünk, akkor csodákat tesz. De amikor cselekszünk, dicsőség az Úr. És még egy dolgot hagyd mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon, nagyon fontos tudni, és nézzük ezt itt a kivetítőn, kérem a következőt. Isten maga mondja, hiszem nektek, és nekem is. Gyere, és ne legyél egy olyan ember, akinek Isten jajt mond, hanem gyere és tapasztald meg az igazságokat. Nagyon fontos tudni, hogy az elmélet nem megtapasztalás. Amikor az ember kipróbálja a gyakorlatban az igazságot, akkor lesz tapasztalt keresztény. És a tapasztalatban van a boldogság. A tapasztalatban van az áldás, hányan mondtok ámen. Ezért hívlak benneteket ma, mint a pásztor, kedves életgyülekezet, gyertek, sok igazságot tanultunk, meg még fogunk is tanulni, áldott legyen az Úr neve, de mindezeket próbáljuk meg. Próbáljuk ki. És ha kipróbálod, akkor te tapasztalt hívő leszel, és abban van az áldás. És a farizeusok soha nem próbálták ki. Édesanyámnak vásároltunk egy mixert. Azért mondom, hogy tanuljatok. És most esett meg. Ő mondta, hogy szeretne egy mixert. Kapott egy mixert. 2 hónapig tárolta, vagy 1 hónapig otthon.
Mire kibontotta, kiderült, hogy nem jó. De miért nem jó? Mert egy alkatrész hiányzik belőle, nem tudunk most már csinálni vele semmit, mert azt kellett volna csinálni, amikor megkapja, ki kellett volna próbálni. Ha kipróbálja, rögtön helyre tudtuk volna hozni, és működött volna a dolog, garanciába kicserélik, adják az alkatrészt, és ma is van mixere. Ilyen az Isten igéje, hogy amit gyakorlatban kipróbálsz, az lesz a tied, és abban van a tapasztalat. Dicsőség Istennek. Tudod, hogy miért van sok boldogtalan keresztény ma? Itt ül a gyülibe, jaj, de szépen beszél a pásztor, jaj, de olyan példákat mondott, annyira érdekes volt, nem is aludtam el ma, dicsőség Istennek. Halleluja! De az igazi áldás a gyakorlatban van. Amikor hazamész és kipróbálod, amit az igéből mondom. Gyere, és tapasztald meg, hogy működik az ige. Gyere, és tapasztald meg a hétköznap életedben, a családodban, a gyereknevelésedben, a munkavégzésedben, hogy az Isten megfelelő igéje, megfelelő helyen hogyan működik. Dicsőség Istennek. Menjünk még egyet. Gyere, és éld át! Van valaki itt a teremben, aki többször is meggyógyult már élete során természetfölötti módon? Na milyen volt az, amikor hallottad a bizonyságokat, hogy mások meggyógyultak hitáltal, és milyen volt az, amikor téged az Úr meggyógyított természetfölötti módon? Összesen lehet hasonlítani. Hányan mondjátok, hogy jaj, de jó, hogy átélhettem, hogy az Úr meggyógyított engem. Hát ez az átélés. Gyere, tapasztald meg, gyere, éld át. Ebben van a boldogság. Nézzük az utolsót. Ebben van a boldogság. Dicsőség Istennek. Tudunk még egyen lépni előre? Ha ezt teszed, sokkal boldogabb és áldottabb leszel ebben az évben. Menjünk a következő jajra, egy kicsit sietek. A következő ige így hangzik. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, színből hosszasan imádkoztok, azért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Miről is van itt szó? A látszatból a valódiban. Mit csináltak itt a farizeusok? Ezek olyan emberek voltak, akik a külső látszatot eljátszották szegény özvegyasszonyoknak, mindenféle tehetetlen embereknek, azért, hogy kicsalják a pénzüket. Ezért ők szent emberként tűntek fel, szent, tiszta, áldott emberként tűntek fel, és az emberek szemébe hitelesnek tűntek, mert külsőleg úgy néztek ki, mint egy valódi, istenfélő emberek, és elhitték ezek az asszonyok, elhitték ezek az emberek, amit mondtak. De a valóság az volt, hogy ezek az emberek csak látszatként játszották el, ami meghatotta az embereket, és miután látszatként játszották el, azután kiderült a dolog, hogy érdekből csinálták. Mi volt az érdek? Tudták, hogy ez az a befolyás, ez az a manipuláció, amiben meg lehet szerezni a pénzt. Jártatok már így? Hogy emberek becsaptak benneteket? Remélem, te nem csaptál embereket. Nagyon akarnak az emberek valamit, és kipuhatolják, hogy milyen céllal érhetik azt el. És megfigyelik, hogy ki mire, milyen hatásnak enged, és milyen befolyásnak enged. Ezek az emberek ilyenek voltak, de nagyon fontos néhány dolgot felsorolni, hogy mi nem a látszatra törekszünk, mondj egy ámen. Mi a látszatból akarunk menni a valódiba. Mi nem kívülről akarunk keresztények lenni, nem kívülről akarunk szeretetteljes emberek lenni, nem kívülről akarunk nagyon kedves, nyájas emberek lenni, hanem belülről akarunk azok lenni. Én nem azt akarom, hogy kívülről, amikor eljünk a gyülekezetbe, akkor nagyon kedvesek vagyunk, otthon meg a feleségünkkel ordítunk. Mi történik, amikor ez végbe megy az emberek életébe? Nem a valódi, hanem egy látszat dolog történik. Isten pedig ettől meg akar bennünket szabadítani. És az az ő bölcsessége, emberek, a látszatot hagyjátok el, és az igazira törekedjetek, a valódi dolgokat ragadjátok meg, a kiváló dolgokat, a hamisítványokat pedig dobjátok el. Elég a hamis kereszténységből, elég a hamis békességből, elég a hamis látszatokból, itt az ideje ebben az évben, hogy megragadjuk újra az igazi dolgokat. A valódi dolgot, néhány dolgot erről is szeretnék elmondani. Nagyon fontos. A látszatból a valódiban. Az első nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, csak felsorolom,
hogy nem csak kívülről lesz a dolog olyan, hanem belülről is. Azután nagyon fontos az is, hogy hit által érjük el az áldásokat, vagy manipulálva érjük el az áldásokat. Kik azok, akik manipulálnak? Akik nem olyanok valójában, csak eljátszák azt a bizonyos tulajdonságot, ami van, de valójában nem olyanok, azoknak az embereknek csak egyetlen eszköze van a manipuláció és a varázslás. Ha ki akarunk, ha meg akarnak nyerni valamit, akkor felvesznek egy látszatot, és ezzel együtt manipulálják a másikat, és van olyan manipulációnak két fajtája van, az egyik a kedves manipuláció, amikor nyájas és kedves valaki, és a másikat is már láttam nagyon sok keresztény életében, amikor fenyegetőzik és szidalmaz. Például, hogy mondjak egy példát? Annyira kedves, annyira nyájas, hogy oda megy hozzád egy nap, kiépít egy bizalmat, és azt mondja neked, kérlek, adj 500 ezer forintot. És ha te buta vagy, és nem figyeled, hogy az az ember valóban olyan, amilyen, ha van 500 ezer forintot, odaadod neki, mert hát ő az Isten embere. Mert hát ő mennyire szereti Isten. Még papírt sem írsz. Annyira kedves. Mindig, amikor felhívtam, felvett a telefon. Megkérdezte, mert tudja, hogy neki kell 500 ezer forint. És tudja, hogy a kedves embernek te elolvasz, mint a kés a vajon. Vagy a késen a baj. Fordítva. És ezért kedveskedik neked. És amikor odáll a kérésével, két hét múlva, egy hónap múlva, akkor az ember, hát neki, hát ő a legkedvesebb. Hogy ne adnék? De amikor odaadtad, soha többet nem látod. És fel nem veszi a telefont. És úgy tesz, mintha nem is léteznél. Volt már ilyen az életedben? Nem igazi. Ez nem igazi kedvesség volt. Nem igazi szeretet volt. Hanem érdek szeretet volt. Testvérek, nekünk ebben az évben el kell mozdulni az érdek dolgokból a valódiba. A valódiba. A másik a durvaság. Néhány embernél láttam azt, hogy fenyegetőzik Istennel. Ha nem adsz nekem kölcsön, ha nem áldasz meg, megbüntet a Jóisten. Kimerik mondani. Az Úr nevébe beszélnek, megtévesztik a gyengéket, az egyszerűeket, mert akarnak valamit tőle. De tudd meg, hogy az igaz ember hitből él. És mi nem manipulálva, fenyegetve nyerjük meg az áldást a másiktól, hanem Isten megáld bennünket hit által, és ha kell, Isten indítja fel az embereket, de mi nem manipulálunk, hanem hiszünk. Az igaz ember hitből nyeri meg a dolgokat. Nem a maga erejéből manipulálva és félrevezetve a másikat. Isten őrizzen bennünket azoktól a keresztényektől, akik közzénk keveredve, remélem nincs közöttünk ilyen, azt nézik, hogy mit lehetne elcsorni, ellopni, kicsalni a másiktól. És különösen óvakodjatok azoktól, akik fenyegetőznek. Ha nem arról ide, majd az Úr megbüntet. Az ördögtől van ez. Jézus soha nem tanított ilyen módszert. Fenyegető, neked muszáj adni, meg van írva. A te feladatod lesz, hogy könyörülj rajtam. Ha nem teszed, meglátod, büntetés lesz rajtad. És itt tovább. Figyeljetek, ahol az Úr szelleme van, ott a szabadság. És szabadon hagyd döntsem már el, kit áldok meg. Szabadon hagyd döntsem, hogy kinek segítek, mondtok egy ámen. Szabadon hagyd sápárkodjak a javakkal. Ne a manipuláció miatt csalják ki tőlem és vegyék el tőlem. Meg ne a fenyegetésre és a félelemre cselekedjek. De a farizeusok mesterénen űzték a manipulációt. Eljátszották a hosszanvaló imádkozást, eljátszották a szép, szent életet, hogy kicsaljanak emberektől, ebben az esetben itt pénzt csaltak ki. De ha valódi van a... Olyan csodálatos, figyeljetek ide! Ha valódi keresztények vannak a gyülekezetben, a hamisítványok lelepleződnek. Tudod, hogy hosszú távon a hamisítvány fennmaradni? Ahol hamisítványok vannak. De hála jó Istennek, én úgy ismerlek benneteket, hogy mindannyian inkább a valódi felé törekeztek. Nem a külsőségek felé, nem a kívül valódi, hanem valóban azzá váljatok, aminek Isten akar benneteket látni. És nem manipuláltok, nem fenyegetőztök, nem kereskedtek álságos módon. Hagy mondjam el, a televízió veszi, de mindegy. Hagy mondjam el, hogy a legtöbb kést a hátamba azok a keresztények vágták, akik a legkedvesebbek voltak velem. Természetesen nem minden kedves keresztény vágott kést a hátamba. És nagyon, most jegyzem,
meg. Nagyon hálás vagyok a kedves keresztények, akik azért kedvesek, mert ők ilyenek. Nem azért, mert posztot, rangot, előnyt, bármit akarnak elérni, valamit kicsalni, valami kedvezményt, vagy akármi, hanem mert ők ilyenek és tiszta szeretből teszik ezt. Ezt hívom valódi kereszténységnek, és azt mondom, a néhány kedves ember, aki őszintén kedves volt az életemben, meg ezután is kedves lesz, nagyobb áldás nekem, mint az a 8, aki becsapott. Olyan értelemben, hogy előtte az a 8 sokkal kedvesebb volt, sokkal aranyosabb volt, de utána abban a pillanatban kihasználta a lehetőséget, és nagyot csalódtam. Ezért nagyon fontos tudnotok, hogy mi a valódi felé törekszünk. A valódi keresztény, amikor bajba vagy, nem hagy el. Tudod, hogy az igaz barát a bajba születik? Sokszor a szívem sír. Emberek idejönnek a gyülekezetbe, eltöltenek 10 évet, meggazdagodnak lélekben, anyagiakban, és olyan beképzelt büszkék lesznek, hogy semmit nem adnak a testvéreiknek, semmit a gyülekezetnek, hanem nagyképűen gőgösen kritizálják a gyülekezetet. És én emlékszem, tudjátok, édesapa vagyok én is, ami még pici volt, és becsinált, és tisztába tettem lelkileg, meg a másik is szeretettel elviseltük, elhordoztuk, felneveltük, ma már olyan nagyképű, hogy nem érdekli semmi. És amikor Isten őt most felemelte, nem érti azt, hogy Isten valódi keresztényt akart volna belőle formálni, aki miután felemelkedett, felemeli a másikat. Ő félreértette, és azt mondja, hogy azért lett ilyen, mert ő jobb, szebb és okosabb a többinél. Jaj! A látszatból a valódira, és nézzük meg az utolsó két. Nagyon fontos, visszamenjünk, vissza. Gyere, vedd át te is az áldásaidat hitáltal, és ne manipulálj. Figyeljetek, nagyon-nagyon fontos, hogy ne az emberektől várjátok az áldást, majd azt Isten felindítja az embereket, ha akarja. Amen. Hanem Istentől várjátok az áldást, és hitáltal vegyétek birtokba azt, amit Isten nektek készített ebbe az évbe is. Ne arra számíts, ó, ha pásztor barátom lenne, ha Magi Lajos, ó, akkor biztos megcsinálná a kerítésemet. Értitek? Hanem arra, abba bízzatok, ha az Urat szeretni fogom, Isten vagy embereken keresztül, vagy spontán meg fog engem áldani azzal az áldással, ami nem az övé, hanem az enyém, ami nekem lett készítve. Hányan hiszitek, hogy Istennek nagyon sok áldása van? Hogy az Úr nagyon sok helyzetben meg tud bennünket áldani. És nem kell egymástól kiszugerálni, kivarázsolni, hanem engedjük, hogy ez spontán a Szentlélek szeretetből tegye. Dicsőség az Úrnak. Utolsó! Halleluja! Mondjuk az igét. A halottból az élőbe. Aki nem megy a halottból az élőbe, annak jaj. De nekünk Isten azt fogja mondani, örülök és örvendezek. Azt mondja a következő, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, ha egy pogány zsidóvá tegyetek, és azzá lett a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Az utolsó, amit szeretnék elmondani. A vallásból, a halott dolgokból, az élő dolgokban. Tehát figyeljétek meg, mit csinál itt, mit mond itt az ige. Egy zsidó ember az egész világot képes volt körbejárni azért, hogy zsidóvá tegyen egy pogány. Ugye a zsidó pogányok, a zsidóvá lett pogányokat prozelitáknak hívták ebbe az időben, akik körülmetélkedtek, de nem voltak eredetileg zsidók, és a zsidók mindenre képesek voltak, hogy szaporítsák a zsidó egyházat. Elmentek a világ túlsó végére, minden ceremóniát elvégeztek, minden pénzt kifizettek azért, hogy néhány pogány, különösen a gazdag pogány zsidó legyen. Ez az igazság. A csóró nem kellett nekik. Csak a befolyásos és a gazdag. Ez volt akkor. De ne gondoljátok, hogy a világ változik, mi is ugyanilyenek vagyunk. Akármilyen népből, nemzetből, ha nem térünk meg, ugyanilyenek leszünk. És figyeljetek ide! De miután beépítették a saját kis szektájukba, beépítették a saját kis felekezetükbe, a saját kis vallásosságukba, olyan szabályokra tanították meg őket, amik gonoszabbá tették őket, mint a világban voltak. Tudjátok, hogy mi a gyülekezetbe azért jövünk, és azért hívunk embereket, nem azért, hogy az egyházat itt építgessük, a Magyar Pünkösdi Egyházat.
Ezt ki kell mondani. Nem azért, hogy regisztrációban azt mondjuk, hogy többen vagyunk, hanem hogy Isten országába jöjjenek az emberek. Hogy amikor ide bejönnek, azt mondják, hogy az Úr Jézushoz jöttem találkozni. Hogy én most már az Úrhoz tartozok, és Isten országába vagyok. És ne azzal dicsekedgessünk, mi hányan vagyunk, hanem azt mondjuk, hányan vannak itt az Úrban? Hányan vannak az Úr Jézusban? Hányan mondtok ámen? Mekkora energiákat mozgat ma is a világ, hogy a mi felekezetünknek szebb temploma legyen, hogy a mi gyülekezetünknek külön dolgai legyenek, rekláma, és itt tovább, és itt tovább. De hányan tesznek hatalmas erőfeszítést azért, barátom, és hagyd mondjak ma valamit. Ha ide bejön egy beteg ember, aki még soha nem járt a gyülekezetünkbe, kérlek, nézz rám most, mert nagyon a pásztori szívem szinte kiállt hozzád, hogy hallgass meg. Hányan fogtok oda menni, és el nem engeditek, hogy imádkozzok értem, mielőtt hazamegy. Hogy eljön az élet gyülekezetébe. Látod bennünket az interneten, és ide bejön, szomorúsággal, fájdalommal, elhagyta a férje, a felesége, betegségek gyötrik, és egyetlen reménye van, hát ha a hívő, hát ha létezik Isten, hát ha majd segítenek rajtam, és ide bejön, és senki nem megy oda hozzá. És amikor innen elmegy, azt mondja, voltam a hívők között, de senki oda nem jött hozzám, és senki nem imádkozott értem, senki nem ölelt meg engem, senki nem áldott meg engem. Miért? Mert a nagy külsőségek halott dolgok. Az élő dolgok, és néhány dolgot hagyd mondjak el. Nagyon fontos az élő dolgokban. Tehát az emberi megragadható dolgokban nagyon sokszor nagy a buzgóság, de hányan vállaltok örökbe tanítványt például? Isten országának az építése nem abból áll, hogy mindenféle módszerrel turbózzuk, hogy ő többen járjanak ide, hanem azzal jár, hogy ezeket az embereket szeretni kell, nevelni kell, és tanítványozni kell. És hogyha még egyszer 50 embert kérünk az Úrtól, gyülekezet, vállaljátok, hogy őket is szeretni fogjátok, gondozzátok, felvállaljátok? Mert így nő az Isten országa. Nem ám, hogy kimondtuk, hogy megtért még 50 ember, kimondjuk az interneten, és mindenki tapsol, ó, az élet gyülekezetében megtértek az emberek, de kivállalja őket örökbe? Ki fog őket felhívni telefonon? Erre mondja mindenki, a pásztor. Akarjátok, hogy meghallja? Én nem tudom ezt mind megcsinálni. De miért is csinálnám meg egyedül, mikor vannak nekem drága testvéreim? Vagy abba gondolkodunk, hogy akit fizetünk, az csináljon mindent? Vagy abba gondolkodunk, hogy én is ki akarom a részemet venni abból, hogy a gyülekezet épüljön? Az Isten országa, vagy csak a dicsőségkel megtettük és kész. Az Isten országa olyanokból épül, akik a halott dolgokat elhagyják, és jönnek az élőbe. És az élet ebben van, amikor te törődsz emberekkel. Az élet ebben van, amikor te figyelsz oda. Az élet ebben van, nem amikor szépen leülünk itt a padban. Én ennek nagyon örülök, hányan tudjátok, hogy nagyon örülök ennek, de az élet abban van, amikor kapcsolatok épülnek. Az élet abban van, amikor egymást meglátogatjuk. Az élet abban van, amikor örökbe fogadjuk egymást. Ma meg a gyülekezetek vannak a világon, akiknél 10, 20, 30, 40, 50 ezer ember jár, és én nem akarom őket megítélni, de mi van akkor, hogy ezek közül, az emberek közül évek telnek el, akik oda járnak, és soha senkit meg nem ismernek, nem hívják meg őket ebédre, nem segítenek, amikor nyomorúságban vannak, csak oda járnak. Nagy erőfeszítést, kifizetjük a hatalmas termeket, előadásokat, mindent megteszünk, hogy nőjön a gyülekezet, Isten meg azt mondja, életet ragadjatok meg, gyermekeim. Az igazi élet a kapcsolatokban van és a szeretetben van. Nem a showműsorban, hanem abban van, hogy szeretjük egymást. Itt vannak a drága mi barátaink. Kérdezem, hogy voltatok-e már az élet gyülekezetében? Itt voltatok-e, vagy első alkalommal jöttetek ide? Első? Nem? Első nem. Na, akkor rájuk nem vonatkozik, de ha első alkalommal jöttek volna ide, hogy megkérdezem őket az istentisztelet végén, oda ment hozzájuk valaki? Van itt valaki, aki tud valamennyire angolul? Akkor azt mondom, a te dolgod, hogy minden drága barátunkat, akik jöttek, megölelj, ide gyere, és beszélj velem, azért tudsz angolul. Megkérdezem, hogy
Jött ide valaki hozzájuk, aki megkérdezte tőlük, hogy vannak, miért imádkozhatunk? Az élő gyülekezet legyen olyan gyülekezet, amely nem halott dolgokból áll, hanem élő dolgokból. Mit ér a sok ismeret, hogyha nem gyakoroljuk? Mit ér a sok ismeret, hogyha emberek bejönnek a gyülekezetünkbe, de senki nem szolgál feléjük? Isten élő dolgokat ad nekünk. És befejezésül szeretném elmondani, nagyon-nagyon fontos, hogy a halott dolgok fogságba tartják az embereket. Ugye itt erről van szó, hogy bekerítitek őket, azt mondja, hogy a gyehenna fiává teszitek őket, ezt mondja itt a Biblia, figyelitek. Ugye a halott dolgoknak a másik jellemzője, hogy a törvények törvénykeznek az emberek, kegyetlenné válnak az emberek. Tudjátok, hogy észrevettem ott, ahol nem gyakorolják az Isten igéjét, úgy, ahogy meg van írva, ott a törvényekkel próbálják egymást szabályozni az emberek, és amikor a törvénykezés felüti magát egy gyülekezetbe, kegyetlen és szeretetlenné válik egy közösség. És az az, amikor az emberek nem mernek kilépni. Nem mernek sem erre sem menni, mert fogjai egy rendszernek. De ezek senki nem akar elmenni arról a helyről, ahol szeretik őt. És senki nem akar elmenni arról a helyről, ahol nem egy program és egy szám, hanem egy személy, ahol ő tisztelik és szeretik, és ő is tud másokat szeretni és tisztelni, mert tudja, hogy neki ott helye van. Testvéreim, Isten úgy akar bennünket itt tartani ebbe a gyülekezetbe, hogy élő dolgokat ad nekünk. Élő dolgokat. Dicsőség az Úrnak. Élő dolgokat. És befejezésre szeretném elmondani, hogy ne a szabályok és a törvények vezessenek bennünket, mert ez fogságban ejtenek bennünket, hanem a szeretet és a Szent Szellem vezessen bennünket. Nézzük meg az utolsó két diánkat. Gyere és építsd Isten országát velünk ebben az évben, mondja egy ámen. Gyakorlatilag gyere, segíts nekem, segítsünk egymásnak, hogy minden betegért legyen imádkozás, minden áron meg legyen látogatva. Ámen. Minden szükséget, amennyire tudunk, töltsünk be, csináljuk ezt. Tehát építsük az Isten országát. Gyere és engedj a Szent Szellemnek. Ha engedsz a Szent Szellemnek ebbe az évbe, akkor a halott dolgokat elhagyod, és az élő dolgokat keresed. Az élet ebben van. Nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy ma ezt elmondjam nektek, ezt az igei szolgálatot. És az Úr adott is kegyelmet, hogy ezt el tudjam mondani. A három jaj. Ugye 8 jaj van megírva, megnéztünk 3-at, többet nem nézünk meg ma. Testvéreim, az Úr örülni akar felettünk. Soroljuk fel. Isten először is azt akarja, mi volt az első? Utána mi volt a második? Engedelmesség. És harmadik? Így van. Utána megnéztük a bölcsesség évében, ebben az évben, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon lényeges, és szerintem nem felejti el senki sem, hogy az elméletiből gyakorlatiba megyünk. Megnéztük azt is, hogy a látszatból a valódiba, és megnéztük azt, hogy a halottból megyünk az élőbe. Egyetlen szabadít.
az Úr vagyok, a te Istened, vízzel öntözöm szomjas földedet, kiárasztom rád az én lelkemet, áldott leszel.